Szervusztok, én Csiki Lórát vagyok, Lóri bácsi, üdvözöllek benneteket a Hagyományok Háza kézműves műhelyébe. Január 6-án elkezdődött a farsang. Januárban inkább szőni-fonni szoktunk, de mikor eljön a február, akkor itt az ide, hogy elkergessük a telet. Ezt mindenféle zajkeltőkkel szoktuk. Most tanítok nektek egy egyszerű zajkeltő, egy csörgőkészítést. Ehhez valamilyen ágas fára lesz szükségünk. Útszélén kódorogtok, van egy erős bicskátok, vagy egy metszollótok, le lehet vágni vele. Szépen letisztázzuk, eligazítjuk a végeit. Ha jó faragó késetek van, akár még le is lehet faragni, kerekíteni a végét. A csörgőhöz én bodzakarikákat szoktam használni. Akik ismerik a természetet, tudják, hogy a bodzafának a belsejébe ilyen kicsi szivacsos rész van, az könnyű eltávolítani. Fűrészelni, ilyen erőteljesebb csontfűrész szoktam használni. Jobbkezesként én úgy fűrészelek, bal kézzel megtartom az anyagot, és jobb kézzel föntről lefelé elkezdem vágni az anyagot. Amikor megvan a bodzakarikánk, a belsejét szépen ki lehet takarítani, mint mondta ezt a szivacsos részt, könnyen el tudjátok távolítani belőle faragókéssel, ollóval, ami éppen a kezetek ügyében van. És hogy jól csattogjon, egymásnak tudjanak csapódni ezek a bodzakarikák, csiszoljátok le szép simára a felszínét. De éppen bodza nem terem felétek, üdítőnek, ha a kupakját leveszitek, kikalapáljátok szépen laposra, és egy szöggel kilukasztjátok, annak lesz még igazán szép csengő bongó hangja. Miután megcsiszoltuk, a legegyszerűbb drótot rákötni. De ha van kosárfoló vesszőtök, annak belefúrtok, azon is nagyon szépen tud csúszni. Most én ilyen 1 mm vastagságú lágyvas drótot fogok használni. Elcsípem. Én úgy szoktam zsirálni. Rátekerem az ágas egyik felére. Jól megcsavarintom. És a végét kívülre szoktam hajtani, mert ha itt belül marad, sokszor fönnakad rajta ez a fakorong. Kisimítom, rácsúsztatom a bodzakarikákat, és egy kicsit megfeszítem. De rácsavarítom a fölösleges drótot. Ennek is ide kintre szoktam hajtani a végét. Szépen összeállt a csörgő. És már lehet űzni a telet. Egy-két ötletet még adok, hogy mivel lehet igazán jól. Szoktunk készíteni pergődobot. Egy papírcsövet, néha ragasztószalagnak a csöve éppen jó megfelel. Rá szoktam ragasztani szalámi belet, két madzag segítségével rögzítek rá fagolyót. Belül van szépen egy kis tengely, és ha megforgatom, már ezzel is űzhetjük a telet. Vagy ha találkoztok valahol dísznáddal, azt márciusban szokták levágni, amikor a fagyok elmúlnak, abból vágtok egy darabot, itt két ízik között lehet kivágni egy csapónyelvet. A tengelyre egy ilyen négyzet alakú falapot rögzítettem. Így, ha forgatom, csattok, csörög, megpörgetem,
testet csörgővel, pergődobbal vagy kereplővel üzitek el a telet, mindegy, de most már üzzük el, jön a tavasz, szervusztok!